a közös a talajvédelemben, a generációváltásban és a digitalizációban? Most induló videós sorozatunkból ezekre választ adok, ugyanis Halászi és Püski térségében mostantól egész évben nyomon követjük Lajos Mihály technológiáját. Jelen pillanatban egy cirogtarlóba vetett őszi búza táblán vagyunk. Jól láthatjátok, hogy igen komoly a szármaradvány a táblán. De hogy mi a teljes koncepció? Hogyan áll össze mindennek a gépészeti része? Hogyan képzeli el Misi a no-tilt, a min-tilt és ezek jövőjét? Az hamarosan kiderül ebből a videóból és a következő részekből. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! Prizma hengerrel csupán elborítottuk, eldöntöttük a cirokszárat, és erre egy vágótárcsás plusz vetőcsorosziás vetőgép, direkt vetőgéppel vetettük el a búzát. A célfüggvény arra mutat, hogy lehetőség szerint minél kevesebb talajmozgatással végezzük a termelő tevékenységet. Én nem bírtam volna elképzelni azt, hogy mondom, ilyen combközépig érő tarlóba vessünk vele, ehhez még kezelnem kell magamat, vagy szoktatnom. Nem vagyok dogmatikus no-tillás, azt gondolom, hogy mindig a megfelelő elemeket kell levennünk a lehetőségek polcáról, és azt kell alkalmazni, ha művelnünk kell, ha direkt vetnünk kell, akkor direkt vetnünk kell. A kultúra része az átrakókocsi, a no-tilles kultúra része a keréknyomás szabályzó, és azt gondolom, hogy a jövőben, vagy akár a jelenben is a rögzített nyomvonalon való mozgás. Mi is itt állunk Halásziban, és egy sorozatot indítunk el közösen, ahol majd többek között a gépeknek is komoly szerepe lesz. Az első ilyen határszemlénkre itt december 12-én mindjárt sor kerül, mert hogy nagyon sok mindent vetettetek direktben, őszi kalászost is, repcét is, és ezeket megnézzük, hogy milyen az állomány, de kezdjük a koncepcióval, hogy miért is vannak itt ezek a gépek, miért is van direktvetés, és egyáltalán mi az a koncepció, mi az az út, amin elindultál? Hát maga a történet 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor figyelmünket rávetettük a nem művelés, meg a minimum művelésnek az irányára. Terveztünk ezzel kapcsolatban egy szakmai utat az Egyesült Államokba, ott megnéztük a lehetőségeket, és abból az élményekből táplálkozva elkezdtünk magunk gondolatait, magunk ötleteit fölépíteni, majd azokat tesztelgetni. Ugye legelőször egy kísérleti rendszert indítottunk el az Agrofil Termelői Klub megalakulásával. Ebben a kísérletben 4 helyszínen vizsgáljuk folyamatosan a művelt és nem művelt területeknek a viselkedését. Ugye kezdetben inkább a termésre fókuszáltunk, most pedig már a talajállapotokra is kiterjednek a vizsgálatok. Ugye ennek a kísérletnek, vagy kísérletsorozatnak egyébként a nézők már láthattak egy bemutatóját méghozzá a kis zombori helyszínen. Ha minden igaz, akkor talán még Görbeháza, Dalmand és itt Püski. Ugye ez a 4 helyszín, ahol 4 ismétlésben 4 különböző kultúrával zajlottak és zajlanak még mindig ugye ezek a no-till min-till kísérletek. Így van, egy osztott parcellás körülmények között. A művelt az nem feltétlen mintil, vagy akár változhatott is, tehát a szántásból indul, de már a mintilnél tart, és de mindegyik parcellában megvan a műveletlen, tehát a no-tilles párja is. A kísérletekből pedig már a gyakorlatilag részben vagy egészben üzemi gyakorlat is lehet, úgyhogy majd erre kíváncsi leszek kint a táblákon, hogy pontosan mi valósult meg ezekből a tesztekből, de arról beszéljünk egy picit, hogy mi indított el, mert hogyha jól tudom, akkor bár most már nagyon fontos számodra a talajvédelem,
nem ez volt az elsődleges indok. Legelőször, ami megragadott a No-Till-ben, kint az Egyesült Államokban az, hogy töredéke gépi óraigény és humán erőforrás igénye van, mint a hagyományos termesztésnek. És láttam, hogy az utánam jövő generáció számára az idilli, ideális állapot, hogy a legjobb és motivált kollégák közül válogathatnak és rakhatják össze a fiaim a saját csapatukat, ez nem fog már rendelkezésükre állni, és ezért gondolkodtunk el már közösen velük abba az irányba, hogy hogyan is minimalizáljuk ezeket a feladatokat, vagy milyen lehetőségek vannak erre, és ennek egyik iránya volt, vagy lett számunkra a No-Till. Ugye a célfüggvény arra mutat, hogy lehetőség szerint minél kevesebb talajmozgatással végezzük a termelő tevékenységet, lehetőség szerint a talajnak az eredeti térfogat tömegét megőrizve történjen a gazdálkodás. Ugye ennek a sorozatnak van néhány hívószava, néhány kulcsszava. Ugye a talajvédelem az adott, a generációváltás, ami elindított ezen az úton titeket, és hát én elsőre azt mondtam, hogy a precíziós gazdálkodás, ami aztán a talajvédelemnek az oltárára kerül, vagy pontosabban a talajvédelem malmára hajtja majd a vizet. Hát a műszaki koncepciót érdemes összerakni, aminek része lehet a digitalizáció, illetve az ahhoz is kapcsolódó, többek között kapcsolódó precíziós gazdálkodás, és ez az elsődleges sorrend is. Tehát azért mi nagyon sokat tapasztaltunk az elmúlt 10-15 évben, hogy nem végig gondolt műszaki beruházások milyen zsákutcákat, problémákat és ellehetetlenüléseket keletkeztetnek, és azt gondolom, hogy most ennek a sodródásnak talán a végére értünk. Tehát sikerült az eredeti, az alapgondolathoz, magához a tervhez egy olyan műszaki koncepciót összerakni, amely lóerőben, tehát motorteljesítményben, tömegben, hidraulikus igényben és hát digitális tartalomban is harmonizál az erő és munkagép kapcsolatunk, és a céljaink irányába el tudjunk indulni, ez egy nagyon fontos mérföldkő. Ezt a gépészeti koncepciót is szeretnénk majd bemutatni itt az év során nektek, méghozzá akkor, amikor a különböző munkák zajlanak itt a szójától a repce vetéséig, de adott esetben nyilván szerintem a nézők is kíváncsiak lesznek mondjuk betakarításra, hogy amit elvetettetek az adott technológiával, az majd hogyan köszön vissza ugye az aratás idején. De azt, hogy mennyire átgondolt például a gépészeti oldala a rendszereteknek, többek között az is bizonyítja, hogy például itt az abroncsoknál látok guminyomás szabályozó rendszert is. Hát ezt is az Egyesült Államokban láttuk, hogy a No-Till-es gondolatokat nem elég csak, hogy megszülessenek a fejünkben, hanem ahhoz a megfelelő láncolatot össze tudjuk tenni. Tehát egy kultúrát kell megteremteni, hogy hogyan közelítünk a termőterületeink fölé, hogy ne kerüljünk abba a kényszer pályába, akár egy éven belül, vagy több év után, hogy talajművelő gépekkel kelljen ráközelíteni a területre, vagy ott bármilyen beavatkozást korábbi hibáknak, akár ilyen vonuláskori, betakarításkori, vagy egyéb keletkező taposásoknak a hibáit ki tudjuk küszöbölni. A kultúra része az átrakókocsi, a No-Till-es kultúra része a keréknyomás szabályzó, és azt gondolom, hogy a jövőben, vagy akár a jelenben is a rögzített nyomvonalon való mozgás, nyilván itt ki tudjuk használni a digitális háttereket is, de láthatjuk, szemmel láthatom, hogyha nincsenek meg hozzá a digitális kapacitások, akkor lehetőleg odáig eljutni, hogy a permetező gépnek a nyomait használjuk vonulásokra, vagy a terménynek a kiközelítésére a szállítójárművekhez. Beszéltünk ugye a múltról, meg beszéltünk már részben a jelenről is, de hát mi a jövő? Tehát, hogy
itt a nagy koncepciónak mi a lényege, hova szeretnétek, vagy szeretnél eljutni, de ugye nem véletlen a több egy szám, hiszen remélem, hogy majd itt a sorozat során a fiadat, a jövő generációját, Bende Gúzt is megismerjük majd. Mind a két fiút érdekli ez a szakma, és elkötelezettek a talajvédő gazdálkodás mentén, és ez nagyon jó, hogy nálunk nem okoz családi botrányt ennek a kérdése, hogy mondjuk forgatás nélküli talajművelést csinálunk, tehát nem kergetjük az ebédlőasztalnál a gondolatainkkal, fizikálisan is akár egymást, tehát nagy békességbe és nagy egyetértésbe vagyunk e tekintetben. Ugye a no-tillnek az egyik előnyeként szokták emlegetni azt, hogy csökkennek a költségek. Ezzel szemben viszont hát most azért itt vagyunk egy komoly gépberuházással, tehát itt említettem például a mögötted látható Kverneland Voltra páros, de hát van kicsivel odébb egy másik erőgép-munkagép kapcsolat, meg hát átrakókocsit említettél, tehát hogy aki elindul ezen az úton, ott azért bizony adott esetben komolyan és mélyen a pénztárcába vagy a zsebbe kell nyúlni. Hát egyértelműen csak a fenntartható haszonra lehet tervezni, tehát rövid távon ebbe a beszálló kártyákat meg kell váltani, és az nem kevés pénzbe kerül. Tehát nagyon komoly műszaki tartalmat kell egymás után összerakni, hogy ez tervezhető, és utána pedig élhető állapotokat tudjunk teremteni. Mi is itt vagyunk az első táblán a kis határszemlénken, hát szerintem talán a leghardkorabb része itt a gazdaságnak, mert hogy Cirok tarlóba vetettetek őszi kalászost. Mindjárt bemutatjuk, de először gyorsan tegyük helyre, hogy ugye itt vagyunk Győr-Moson-Sopron megyében. Milyen talajadottságok mellett gazdálkodtok, mert ez aztán fontos lesz ugye az egész évi nyomon követésnél. Sziget közben vagyunk, jellemzően dunai öntéstalajon gazdálkodunk. Itt ugye nagyon lényeges, hogy mi az alapképző kőzet, és gyakorlatilag, hogy milyen vastag termőréteg tudott rajta kialakulni. Ugye öntéstalajnál a termőrétegnek a vastagsága az nagyon változó lehet, ezt éljük is, akár több eltemetett szint is lehet egyébként alattunk. Alapvetően kavics, illetve homok, folyami homok az alapképző kőzet. Ez egyébként a homok több-kevesebb mennyiségben a teljes szelvényben megjelenik, és ugye keveredik a szerves anyaggal. A vízhatásnak a nyomai már ugye a szelvényben kezdenek hátraszúlni, vagy esetleg a mélyebb rétegekben látszódnak, és egy ilyen lassú csernozjomosodás is esetleg tapasztalható a területen. A mechanikai összetétel az gyakorlatilag homokos vályog, vályog, talán a jobb részeken esetleg agyagos vályog, ez egyébként a táblán belül is változhat, és a termő képességnek a változása is, akár méterről méterre is más kategóriába kerülhet. Alapvetően a területek nagyobb része könnyen művelhető, ebből adódóan a víztartó képessége nem túl jó, és sajnos a Dunának az elterelésével kifejezetten aszályra hajlamos területté váltunk, ahol azért az öntözésnek a jelentősége felértékelődik. Ugye minden rosszban van valami jó, itt az, hogy kiváló minőségű öntözővíz áll rendelkezésre. Talajművelés szempontjából jó dolgunk van, a talajok könnyen művelhetőek, és hát ugye az évek során rá kellett jönnünk, hogy a gondosság miatt túl művelhetőek is.
főleg a kifejezetten homokos részek gyakorlatilag szinte még a művelés nem is nagyon tűrik, tehát elég a legkevésbé agresszív eszközzel is rámennünk, gyakorlatilag rögtön túlműveltük a területet. Azért ez kellett egy jó pár év, akár évtized, mire erre takarosan rájöttünk, és a gépberuházásainkat úgy tudtuk igazítani, hogy ehhez alkalmazkodni tudjunk. És igazából ugye itt is az látszik, hogy akár a nem művelés, vagy időszakosan, mondjuk a direktvetés, hogyha nem is beszélünk no-tillről, de egy-egy évjáratban a direktvetés sem elképzelhetetlen. Itt ugye olyan extrém szituációban vagyunk, hogy cirok-tarlóba húztuk bele gyakorlatilag az őszi búzát. Ez azért is érdekes, mert korábban ugye 75 centire vagy 75 centivel kezdtük a ciroknak a vetését, aztán több évjáratunk volt, ugye nem most kezdtük már a cirkot mi termeszteni, több évjáratunk volt 50 centis sortávolsággal, és ugye rögtön az első évben ráébredtünk, hogy nekünk ez a kukorica adapteres betakarítás nagyon komoly veszteségekkel valósítható, meg még az első szezonban átálltunk a gabona asztalos betakarításra. Ugye az 50 centinél rögtön ki is pontozódott a kukorica asztal lehetősége, vagy legalábbis egy 50 centis adapternek az igénye fölmerült volna, de az értelemszerűen árban nem volt megvalósítható. És az idei tavasszal egy ilyen kényszerpályára kerültünk, hogy érkezett a csapadék, a cirok gyomírtásánál a bemosó csapadék az kulcsfontosságú, és gyakorlatilag hirtelen felindulásból az egyébként üzemben lévő vetőgép kapcsolatunk mellé gyorsan elővettem a gabona vetőgépet, egy mulcsvetőgépet, és a kisebbik fiamat kértem meg, hogy segítsen ki bennünket, és gyakorlatilag ő vetette el ezt a 12,5 centire ezt a cirkot, ami egyébként semmiben sem maradt el a korábbi évek gyakorlatához képest. Ez egy nagy kísérlet volt, hogy ez bejön vagy nem jön, és tökéletesen bejött, gyakorlatilag hoztuk ugyanazokat a számokat, állapotokat, mint amit korábban a tőszámon sem változtattunk. Nyilván volt egy pontatlanság benne, mert ugye nem darabra, hanem kilóra vetettük, de gyakorlatilag statisztikai, tehát hibahatáron belül voltunk. Egy nagyon szép állomány fejlődött, ezt gabonaasztal, mert végképp gabonaasztallal kellett ugye betakarítani, mint hogy ez több éves gyakorlat, és ott maradt a szár. Ugye ezzel csak problémánk volt, ugye késes hengerrel kétszer kellett végigmenni rajta, utána egy tárcsával, egy horstárcsával próbáltunk magánynak látszó körülményeket varázsolni, egy alapművelést elvégezni, és akkor erre egy mulcs vetőgéppel vetettük korábban a gabonát cirok után. Most viszont, mivel volt ez a no-till vagy direktvetésre is alkalmas vetőgépünk, megpróbáltuk direktbe belehúzni. Hát egy nagyon vastag szőnyegszerű szármaradványt először egy prizmahengerrel csak eldöntöttünk, az is csak azért, mert éppen a körülöttünk lévő vetéseken ugye ezeket az utó munkálatokat végeztük, és akkor gyorsan elborítottuk vele a cirokszárat, amennyire lehetett egy kicsit szögben, és hogy mégis egy kicsit tehát a vágó tárcsa azt talán a száron is tudjon aprítani, és utána rögtön direktbe belehúztuk. Hát finoman szólva nem voltam teljesen nyugodt, nyilván volt egy kecsegtető 9 mm-es csapadék előrejelzés akkor arra a hétvégére. Az itt lévő kollega hát egy ilyen őszintességi rohamban kitörve, bár
jelezve, hogy megteheti-e ezt az adott körülmények között. Szeretett volna itt véleményt mondani, és hát én felhatalmaztam erre, hogy bátran is mondta, hogy hát főnök, ebből nem lesz semmi. Hát mondom, István, erre jó esély van, de ha nem próbáljuk meg, akkor nem tudjuk meg ezt soha. Legfeljebb ritkában jövünk az ősszel. Hát mondhatnám, hogy szép, bár ugye nyilván ízlések és pofonok, tehát amikor a direktvetést csinálunk, különösen cirokba, akkor azért az ösztöneink ellen küzdünk, hogy ezt szépnek ítéljük, de én azt gondolom, hogyha itt lenne velünk bárki, és ezen a szőnyegen gyakorlatilag ide utcai cipőbe be lehet jönni, nincs ragacsos sár, egy szép állomány van körülöttünk kikelve, hogyha meg fölhajtogatjuk a szárakat, alatta pedig ott dolgoznak a szervezetek, levegőztetik, keverik már, próbálják a rendszer részévé tenni itt a szármaradványt. Javaslom, hogy nézzük is meg. Jó. Szerintem. Hogyha félrehajtjuk itt a szárakat, akkor itt láthatjátok, hogy milyen szép szerkezetes talajfelszín van, ami már ugye itt a talajlakóknak a munkája nyomán alakult ki, hogy próbáltak kontaktusba kerülni a fölöttük lévő szerves anyaggal. Tehát ez egy gyakorlatilag a talajművelésnél is ugyanerre a szerkezetre törekszünk. Ugye itt magától elkészülnek ezek a folyamatok, anélkül, ez az állapot, anélkül, hogy különösen bele avatkoznánk. Illetve hogyha átmegyünk itt a szomszédos területre, ott ahol közvetlenül tud érintkezni a csapadék a föld felszínnel, ott láthatjuk az eliszapolódásnak a jeleit, és ugye ez a szemcse szétesés gyakorlatilag mondjuk a talajművelés esetében a meglévő póros térbe lehúzódik, és tulajdonképpen az egyébként a műveléssel kialakított pórus terünket gyakorlatilag még az ősszel eltömíti, és nem megfelelő. Tehát azt az előnyt, amit szeretnénk kihasználni, hogy egy intenzívebb dinamikával, egy oxidatív állapotokat teremtsünk, gyakorlatilag néhány héten vagy hónapon belül egy ilyen csapadékos őszön gyakorlatilag vissza tömítettük. És akkor azért a kelés az összességében abszolút jól sikerült. Hát a hiba határon belül vagyunk, tehát biztos vagyok benne, még én számolgattam, és azóta csak javulhatott, tehát a növények 95%-a bejelentkezett a fotoszintézisre. Tehát gyűjti az energiát és gyűjti a szenet. Hát akkor nézzük még meg, hogy mi mindent tartogattunk itt a határban, és hát remélem, hogy visszatérünk még akkor erre a táblára, amikor mondjuk a kalászos gabona térdig vagy tomközépig ér. Hát nézzük meg, én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Átjöttünk Halászi másik oldalára. Hát itt is van szármaradvány, de jóval kevesebb, igen, mint a cirkos táblán, és itt kukorica volt. Igen, a betakarítás után késes hengerrel még egy ilyen utóaprítást végeztünk, és utána pedig a már említett vetőgéppel direktvetést csináltunk, hogy végeztünk kukorica tarlóba. Azért is jöttünk ide, mert itt volt talán a legideálisabb állapot, tehát egy 100%-os szár maradvány borításunk volt. Ebből már nem sok minden látszik. Hát ez az, és én azt gondoltam, hogy ez lesz a tuti, ami mondjuk így a családnak, kollégáknak ilyen zarándokhelyé válik, ahol megnézzük, hogy hogyan fejlődik egy ilyen vetés. És gyakorlatilag itt a csapadékos őszön szinte néhány hét alatt eltűnt a szármaradványnak, hát akár a fele is. Míg az csak elborított és aprítatlan cirok tarlón gyakorlatilag ugyanúgy megmaradt a szinte 100%-os
borítottság, és ugye annak láttuk ott az előnyeit a szerkezetre nézve, illetve a talajéletre. Itt ugye, hogyha járunk, akkor érezni is, hogy azért ragadt, kicsit iszapos. Egyértelműen ragadt, tehát ide a csizma az elvásik, tehát érdemes fölhúzni, és egyértelműen látszik a felszínen, ahol szabad felszínünk van, ott a bőséges csapadék hatására a felszínnek az eliszaporódása megindult. Akkor gyakorlatilag itt beigazolódni látszik az a sok Nótiles által felvetett gondolat, hogy a szármaradvány minél kisebbre van darabolva, annál inkább lebomlik. Minél nagyobb a szármaradvány, a takarás funkciót azt annál jobban ellátja. Így van, de ugye itt az ösztöneink ellen küzdünk, és ez egy ilyen késhashengeres aprítás segít elviselni jobban a szármaradványt. Bár az Egyesült Államokban láttuk, hogy eleve az adapternek az úzóját sem használják, tehát a következő évi hasigérő szójában a térdigérő vagy combigérő kukorica tarló ott van, tehát óvatosan kell bemenni egy ilyen szójatáblába. Hát nyilván ez pszichológus kell, hogy ezt el tudjuk viselni, hogy egy ilyen körülmények közé vessünk. A szemednek jobb volt ez a tábla, igaz? Jobban esett? Hát az ösztöneimnek, igen. Tehát ez egyszerűen én nem bírtam volna elképzelni azt, hogy mondom, ilyen combközépigérő tarlóba vessünk vele, ehhez még kezelnem kell magamat, vagy szoktatnom ehhez a dologhoz, de itt ez egyértelműen veszteség volt. És nyilván a nézők is látják, hogy ahol sétálunk, ugye itt van alattunk búza, szomszédban viszont nincsen, ugye ez gyakorlatilag egy tábla volt, igen. Így a kukorica lekerüléséig, aztán most már nem ti kezelitek, de akkor ez azt jelenti, hogy amit itt látunk, gyakorlatilag ez volt az eredeti állapot? Így van, ez gyakorlatilag a kombány szárzúzója utáni állapot, illetve egy 10 méter után pedig még a késes hengernek a munkája is megmutatkozik, amiben aztán valójában vetettünk. Ebbe is vethettünk volna, de ezt nem bírtam magamévá tenni, pedig megtehettem volna, ahogy így utólag látszik. Viszont a kelés az itt sem rossz, ahogy nézem. Nem, ez tökéletes, itt sokkal jobb a mag-talaj kontakt, tehát darabszámra ugyanúgy megvagyunk, viszont sokkal jobb a mélységtartás, sokkal kevesebb az a növény, ami kifejezetten a megérkező csapadék hatására kelt ki. Tehát itt egy szárazabb szituációban egy igazán versenyképes helyzet tudott volna kialakulni, akár művelt területekkel szemben is kelésben. És akkor van még egy repcetábla, ahova elmegyünk, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Misi, itt vagyunk a harmadik helyszínen, ez direktben vetett repce, és már a kezedben van két növény, amit itt az előbb kiástál, úgyhogy hát majd beszéljünk arról is, hogy mit látunk a kezedbe, de egy picit a technológia, hogy akkor hogyan is került talajba itt a vetőmag, azon kívül, hogy direktben. Őszi árpa és búza után vetettünk direktbe repcét, gyakorlatilag 70 hektárból ez 50 hektáron történt meg. Azt a területet műveltük meg egyszer, ahova a szerves trágyát juttattunk ki. Ugye erre kérdezte Pintér Ali barátom, hogy minek? Igen, ez egyébként én is gondolkodtam, hogy megkérdezem, mert hogy azért egyre többször lehet hallani, hogy nem feltétlenül kell bekeverni, bejuttatni a talajba. Mindig, hát a gyengeségünk mindig kiütközik, és... Mint a száraprítás. Akár, így van. Tehát ezt nem mertük meg, csak valamit megmertünk csinálni, valamit nem, és meg se tudjuk magyarázni, hogy sokszor miért. Ez megtörtént nyilván a régi beidegződések, az,
az iskolát, a tanulmányokat, a korábbi gyakorlatot nehéz, tehát nagyon nehéz hátat fordítani a saját múltjának, mint mondom, a saját ösztöneinkkel megyünk szembe. Gyakorlatilag, hogyha ahol megmutatkozik a felszín, ott látható a bőséges szármaradvány, 50 centis sortával szemenként vetettük. Egyébként a szemenként vetett technológiához viszonylag magas tőszám, vagy sokkal magasabban, mint egyébként, amit szeretném. Ugyanakkor ugye nagyon a mi körülményeink között, ugye, mint említettem, ezek a talajok aszályra rendkívül hajlamosak, és csapadék hiány vagy rossz eloszlás esetén az alacsony tőszám nem tud megélni. És igazából a gondolkodással ellentétben ugye inkább inverz, tehát nem tovább kell csökkenteni a tőszámot, hanem növelni kell ilyen szituációban. Mi volt pontosan ez a magasabb tőszám? Ez gyakorlatilag 350 ezer, 340-350 ezer, ugye 180-200 ezerrel is maximális repcetermést el lehet érni, ugyanakkor ahhoz jó talajkörülmények kellenek, jó vízháztartás, és nem baj, hogyha a mennyiség mellett, a csapadék mennyisége mellett az eloszlása is kedvező, és azért ez elég sok ha a rendszerben. Ugye a repce hírhetten apró magvú növény, ezt hogyan tudtátok összehozni itt a direkt vetéssel és a szármaradvánnyal a területen? Hát hogy az apró magot kezeli a rendszer, azt a hors mérnökei már megoldották, abban nekünk nem sok dolgunk volt. A vetőgép minden olyan kellékekkel felszerelhető, ami a direkt vetésre alkalmassá teszi. Itt a melléket ábra is mutatja, vagy a kép, hogy ezt tökéletesen teljesíti. Gyakorlatilag a vető csoroszjának és a vetőmag útjából a szármaradványokat igyekszünk arrébb késztetni, kitéríteni a vetőmag útjából, helyéből, létrehozva a lehető legjobb mag-talaj kontaktust, és erre a megfelelő beállítási lehetőségek megvannak, ez meg is történt. Egyébként nagyon érdekes, és egy számomra egy kis ilyen paradox jelenség, de lehet, hogy évjárat hatás, hogy a szármaradványnál bővebben rendelkező helyeken még jobban kelt. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes fordított hatás, mint amit el szerettünk volna érni, de gyakorlatilag tökéletes kelés volt. Ezek a foltok, amik itt láthatunk, ez tényleg hogy egy kicsit a sopánkodóknak is adjunk táptalajt, ez a mezei pocoknak a kártételének a helyei. Nem reagáltunk erre időben. Nyilván ez már a kalászosoknál sokkal jobban odafigyeltünk, és ezek a hiányok, foltok nem jelentek meg, de hát így is ezen a területen egy 90-95%-os borítás van, tehát tökéletes. Vannak olyan táblák, ahol több a pocokkár, főleg ahol a rendek viszonylag sokáig fönt voltak az állattenyésztés, nem tudott rá reagálni. És akkor kezedben van a két kiásott repce. Szerintem nézzük meg, hogy milyenek a gyökerei. Hát gyakorlatilag a standardnek megfelelő vastagságú, amit a szakma elvár, ugye a vastagsága, illetve a vezérhajtás, vagy a középső hajtásnak is szintén a hossza, illetve a gyökérkeresztmetszet aránya is teljesen megfelelő, tehát a regulálás jó időpontban, jó dózissal történt, gyakorlatilag kártevő mentesnek becsülhető. Hát egy-egy fómás folt itt a levélen látható, de gyakorlatilag dráma nincs, tehát szépen megyünk a télbe. Az állományon egyébként látszik, meg a növényeken is, hogy valamelyest
túlfejlettek, tehát a meleg és a csapadékos ősz kicsit ugye előre szaladtak. Hát most már megérkezett, hál' Istennek, a hideg, szép, hát lesz majd levélvesztés, valamennyi lesz tavasszal a kénszag, de hát ez a repcetermesztésnek a mellékzöngéje. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jó irányba tartunk. Művel területbe vetett repcék sem feltétlen jobbak. Lehet, hogy a pocok miatt valamelyest egységesebbek lehetnek. És akkor, ami szerintem mind három táblán egy központi kérdés, az majd itt a költségeknek az összerakása. De szerintem ezt a kérdést hagyjuk nyitva, hogy pontosan hol lehet spórolni egy direkt vetett, akár őszi búzán, akár őszi káposzta repcén, és itt a sorozat folyamán ezt próbáljuk majd szerintem kibogozni. Hát meglátjuk, nyilván ha végig tudnak futni a ciklusok, akkor vissza tudjuk bontani itt a költségelemekre, meg a bevételekre. Én nem vagyok ezzel különösebben optimista költségoldalról, munkaszervezési oldalról, talajkímélő, talajvédelmi oldalról viszont abszolút optimista vagyok, tehát ezt csinálni érdemes. Nem vagyok dogmatikus, nótillás, azt gondolom, hogy mindig a megfelelő elemeket kell levennünk a lehetőségek polcáról, és azt kell alkalmazni, ha művelnünk kell, ha direkt vetnünk kell, akkor direkt vetnünk kell. Nem gondolnám, hogy a szántáshoz nekünk hozzá kellene nyúlnunk, de végül is, hogyha kell, akkor azt sem zárnám ki, de azt gondolom, hogy oda már nem kell nekünk visszamenni.